Sziasztok, DB Tomi vagyok, és folytatjuk ezt a kibeszélő sorozatunkat, amiben az emberi butaságot feszegetjük egy picikét, ugyanis a munkahelyemen sajnos, vagy nem sajnos, relatíve sok ilyennel találkozok, és igazából egyfajta naplószerűen, mint ahogy az első részben is elmondtam, gondoltam, itt kifejtem nektek, mosolyogunk rajtuk egy jót, vagy éppen megbeszéljük, hogy én vagyok a kretén, hogy a hátuk mögött röhögök rajtuk. Ezt döntsétek el ti, hogy melyik kategóriába soroltok engem, viszont lenne itt egy sztori, amit szerettem volna megosztani veletek. Nos, hát az alapkoncepció az egy tablet vásárlás volt. Hát két 50-60 pluszos fiatal ember, akinek egyébként ebben az időszakban pont, hogy otthon kéne lennie, és nem műszaki cikkeket vásárolni. Minden lényeg az, hogy a papukám arra gondolt, hogy a régi tablete az felmondta a szolgálatot, úgyhogy szeretne egy újra beruházni, de ő nagyon kezdő a témában, úgyhogy segítsek már neki. Természetesen ugye próbáltam oda menni és segíteni, elmagyarázni, hogy nagyjából mi az, ami ugye a starter pack, tehát nagyjából milyen kategóriára van szüksége, mi az, ami benne van, illetve ugye a tableteknek van olyan verziója, ami csak wifi-ről működik, illetve van, ami SIM-kártyát is befogad, ezáltal hogy a mobilnettel is tudtok vele foglalkozni. Na most ugye kifejtettem neki egy adott tabletről, hogy ez wifi-s, és nem SIM-kártyás. És a kérdés az volt, hogy... Akkor ez most akkor wifi-s? Mondom, igen. De akkor ez most tud SIM-kártyát befogadni? Mondom, nem, ez nem tud. De most akkor, hogyha van otthon ilyen hálózatom, akkor azzal működik? Mondom, igen. De akkor SIM-kártyával nem tudok, ugye mobilnetet nem tudok. Mondom, nem. És akkor wifi-vel tudok vele internetezni? Mondom, igen. És akkor, hogyha otthon van internetem, akkor tudom használni ezt a készüléket? Mondom, igen. És megtennéd, hogy elmagyarázod azt, hogy SIM-kártyás, az hogy működik? De mondom, ez nem SIM-kártyás, ez nem tud. De elmondod, hogy akkor ez most hogy működik? Mondom, persze, hogyha akkor van szükség rá, hogyha esetleg utazás közben ugye nem olyan vonaton vagy olyan helyen vagyunk, ahol van wifi szolgáltatás, ott mobilnettel is tudunk. De most akkor ugye ez utazás közben. De mondom, igen, most mondtam el, hogy utazás közben. De akkor otthon tudok vele internetezni? Mondom, igen, otthon tud. De nekem otthon van ez a routerem, vagy micsoda, és arról jön internet, akkor így tudom használni? Mondom, igen. És képzeljétek el azt, hogy ezt így teljesen farccal, és anélkül, hogy így szépen belsőben megy fel a pumpa, az arcában nem mondhatod, hogy menj már francba. És ezt egy 10 percen keresztül így. És utána még, jó, akkor mondom, ez legyen? Jó lesz? Oké, jó lesz. Oda megyünk a pulthoz, írjuk a papír. De még egyszer, bocsánat, haragudj már, de elmondanád, hogy ez mi ez a SIM-kártyás történet? Mondom, igen, akkor van szükség. De akkor otthon tudok internetezni vele, ugye? Mondom, így fogtam, és akkor így. Tablet. Igen. Szia. És akkor már tényleg az van, hogy már érzed, hát ne haragudj már, hogy feltartottalak, de... Miért kérdezed meg ugyanaz százszor amúgy, de tényleg, meséld már el nekem. Úgyhogy a mai sztorink ez volt. Maradjatok otthon. Főleg, hogyha 60 pluszos vagy, mert akkor tényleg nincs semmi keresni volt, ráadásul, hogyha csak hülyeséget tudsz beszélni. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!